Trianont meg kell szüntetni. Trianon nem csak a magyarság életének a kulcsa, Trianon az emberiség létének a kulcsa. Kedves hallgatóink, kedves vendégeink, szeretettel köszöntjük Önöket a szeptemberi nemzetpolitikai előadáson. Társ előadóimmal, Fuchs Sándorral és Kis Endre Józseffel együtt, és kérjük, hogy akkor közösen énekeljük el a himnuszt és a székely himnuszt. Köszönöm szépen! Kedves hallgatóink, a mai nemzetpolitikai előadásom középpontjába 10 éves Petőfi kutatásunkat állítottuk, hiszen a Magyarok Világszövetsége 2010-ben kezdett el intézményesen Petőfi Sándor sorsával, eltűnésével foglalkozni, és ez alatt a 10 év alatt bizony történt egy és más ezen a téren, különös tekintettel, ha arra gondolunk, hogy amikor mi belevágtunk ebbe a kutakodásba, 2010-ben már teljesen elült és feledésbe merült a Morvai Ferenc féle szibériai expedíció, amely 20 évvel, 21 évvel korábban zajlott le, és amelyet addigra a magyar társadalom, a magyar tudományosság és a magyar politikum elkönyvelt, mint egy lezárt fejezetet, kimondatott, hogy Barguzinban nem Petőfi Sándor hamvaira bukkantak, hanem egy zsidó nő csontváza került volna elő, és az ügy ad acta került. Ugyan
voltak a morvai expedíciónak tagjai, élükön Kéri Edittel, magával Morvai Ferenccel, Kardos Lajossal, és még egy néhány nevet fel lehetne sorolni, Borzák Tibort is meg kell említenem, akik így úgy magányos farkasokként nem nyugodtak bele ebbe az ordas hazugságba, de szemlátomást erejük veszett, erejük fogytán volt, sőt elveszett, és az akkori világszövetségi vállalásunk lényegében újból megnyitotta a Petőfi kérdést. A bizottságunk létrejötte után elnökségi tisztségviselő társam, akkori elnökhelyettes, vagy későbbi elnökhelyettes Fuchs Sándor jelezte, hogy neki kedve volna ezzel a kérdéskörrel behatóan foglalkozni, és valóban bebizonyosodott, hogy ez alatt a 10 év alatt, ami azóta eltelt, a mi bizottsági munkánk oroszlán része ráhárult, a legtöbb eredmény, amit fel tudunk mutatni, ugyancsak az ő nevéhez fűződik, tehát méltán lett ő egy több éves koordinátori szerep után a bizottság első megválasztott elnöke, hiszen az ő nevéhez olyan jelentős eredmények fűződnek, mint hogy csak elővillancsak kettőt közülük. Egyik az, hogy sikerült megszereznie és közzétennünk Barátosi Lénárt Lajosnak azt a napló jegyzetét, naplóját, amelyet 1911-ben vezetett, amikor 17 évesen már egy svájci expedícióval Szibériában járt, és ő volt az, aki először dokumentáltan megtalálta a Barguzini temetőben Petőfi Sándor sírját. Nos, ezt az anyagot eltüntették, zárolták, de Sándornak sikerült ezt megszereznie, és közzétehettük a 25. Magyarságtudományi Füzetben, vagy pedig, ahogy sikerült ugyancsak hosszas kutakodás után megtalálnia és megszereznie azt az interjút, ami Magyarország egykori főbírájával, pontosabban a legfelsőbb bíróság egyik tanácsvezető bírájával, Feri Sándorral élete alkonyán készült. Ez a Feri Sándor egy kommunista ember volt, aki az első világháború után ugyancsak hadifogságba esett, és a Szibériában megtapasztaltak, és ott megismertek után. Ő volt az, aki segédkezett abban, hogy Szibériából hazahozzák Petőfi Sándor egyik unokatestvérét, aki akkor már agkorú volt, és ő volt az, aki az 56-os megtorlások után, amikor kommunista létére ugye a legfelsőbb bíróság bírájává vált, nem vállalta az 56-os megtorlást, és lemondott a legfelsőbb bírósági tisztségéről. Nyilván ennek az lett az eredménye, hogy teljesen marginalizálták, és holtvágányra állították, de halála előtt egy néhány interjút adott, amit sohasem közöltek teljes egészében, és ahonnan kiderülnek ezek a tények, hogy kérem szépen, még Petőfi Sándor első unokatestvére is Szibériában raboskodott, és ezt nem akárki, hanem a Magyar Népköztársaság legfelsőbb bíróságának egyik bírája tanúsíthatja, aki maga megismerte ott és segítkezett abban, hogy agkorában a Nemzetközi Vöröskereszt segítségével hazajöhetett Magyarországra. Persze ez nem akadályozta meg a magyar tudományosságot, idézőjelbe teszem a tudományos jelzőt, mert nem illik erre a Petőfi kutatásra. Az államilag fenntartott Magyar Tudományos Akadémia Kelbelén és azon a Hadtörténeti Intézet és múzeum keretében végzett munka ugyancsak nem illethető tudományos jelzővel, tehát nem ingatta meg a Hermann Roberteket
abban, hogy továbbra is telitorokból és fennhangon hirdessék, hogy már pedig 49-ben nem vittek magyar hadifoglyokat Szibériába, tehát kizárt, hogy Petőfi Sándor is oda került volna. Az, hogy mit végzett ez a Petőfi Sándor bizottság, azt gondolom, hogy előadó társaim fogják elmondani. Fuchs Sándort röviden bemutattam, még annyit hozzá, hogy felvidéki országos tanácsunk elnöke is. Kisendre József pedig a bizottság egyik oszlopos tagja, egyben a Világszövetség elnökségének is tagja, ő református lelkész, és tavalyi nyugdíjazásáig még a Sárospataki Református Kollégium nagykönyvtárának volt az igazgatója. Megkérem, hogy ők nyissák meg az előadást, mert nekik 7 órakor el kell menniük egy tévé fel. Melyikötök kezdi? Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagy öröm számomra, hogy kezembert tarthatom barátunk Alekszej Tyivanyenko legújabb könyvét, amely könyv egyértelműen cáfolja azt a mind a mai napig hivatalosnak tekintető állítást, hogy Petőfi Sándor azért nem kerülhetett Szibériában, mert egyetlen egy hadifogoly sem került oda, tehát őt sem vihették az oroszok. Tyivanyenko egy szorgalmas ember, az elmúlt 3-4 évben körbejárta újra, mert ezt az utat már a 90-es évek elején megtette, csak különös módon elkerült tőle a sok jegyzet és dokumentum, Budapestre került, csak nyoma veszett, és arra az állításra, amit az előbb említettünk itt közösen, hogy nem vittek az orosz seregek 1849-ben a szabadságharc után hadifoglyokat, a szibériai, a ulan-udei, a irkutszki levéltárakban fölkereste, kikereste azokat az adatokat, amelyek azt bizonyítják, hogy igenis ezrével több ezer magyar hadifoglyot vittek az oroszok, csak ugye a lopást azt szégyen propagálni, ezért mindenki utólag mindent megtesz, minden tolvaj megtesz azért, hogy palástolja azt, hogy milyen bűn terheli a lelkét, mert idegen állam polgárait elzárni életük végéig, ez már akkor is nagy bűnnek, katonai bűnnek is számított. És most, hogy kezembe tartom a könyvet, az jut eszembe, hogy miért? Vajon Alekszej a távol Szibériában, Ulan-Udében miért nem adta föl 30 éve immár ezt a harcot, amikor Magyarországról is és Oroszországból is komoly fenyegetéseket és figyelmeztetéseket kap, sőt, elbocsájtották állásából, hogyha Petőfi élettörténetével fog foglalkozni. Mikor kérdezem tőle, csak mosolyog, a végén elvicceli, azt mondta, hogy mert magyarnak érzi magát, és megszerette a magyar népet, és Petőfi Sándor költészetét. Egy kicsit érti is már, érti a nyelvet. Ahogy néz a magyar betűkre, teljesen az az érzésem van, és ő erre tanul, hogy érti, amit írunk, amit Petőfi is írt például. De hoztam, ma találtam valamit a számítógépemben, egy levelet, mert Magyarországon is voltak emberek, akik szinte az életüket áldozták és próbálták áldozni az igazságért. Egy volt közülük, Józsa Antal, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, aki ezelőtt 20 évvel, 2001. januárjában, tehát majdnem 20 évvel, egy levélben figyelmeztette és kérte, szinte esdekelt Glac, az akkor frissen kinevezett Glac Ferencnek, hogy így kezdődik a levél. Gratulálok a bátorságért, hogy végre a tabupecsét nyomkodás helyett a tudományos vizsgálati módszerek érvényt kapnak egy társadalom tudati szempontból, igen fontos kérdés eldöntésében. Tehát a Petőfi kérdésre célzott, hiszen ő a első világháború magyar hadifoglyait, főleg Oroszországba
vitt magyar hadifoglyait, kutatta az ő életüket, sorsukat, hazatérésüket, és a magyar hadifoglyok elbeszéléséből többször kihallotta azt, hogy ők bizony találkoztak a 49-es honvédek leszármazottaival Szibériában, beszéltek velük, sokan még magyarul is tudtak, sőt, olyan faluban is voltak, amelynek neve, Vengerka, név, utalt arra, hogy ott magyar honvédeket telepített le a cár azért, hogy a Szibériát, hogy Szibériát betelepítse és népességgel ellássa. A bevezető után Józsa Antal így ír: minden esetre érdeklődéssel várom a barguzini lelet mostani azonosítását, ő bízott benne, hogy azonosítják, és a költő hozzátartozóinak csontmaradványaival. A negatív eredmény esetén sem módosítom meggyőződésem, hogy vitte ki hadifoglyokat 49-ben Oroszországba, elsősorban az 5. orosz gyalogtest hadműveleti területéről. Maga az axióma, hogy 49-ben a cári hadsereg nem vitt magával orosz területre hadifoglyokat, már a hiteles osztrák konzuli jelentések tanulmányozása alkalmával is megdől. Nem csak orosz, lengyelországi illetékességűeket vittek, hanem másokat is. Így negatíve sem lehet bizonyítani kizárásos alapon, hogy Petőfi nem kerülhetett orosz hadifogságba. A utolsó mondatot olvasom, azt írja, hogy a legutóbbi kolozsvári kutatásom alkalmával meglepő dokumentumra leltem, ami különben mindig szem előtt is lehetett, és senki nem dugta el az erdélyi Magyar Múzeum gyűjteményéből. Ebből kiderül, hogy 1849. augusztus 3-án este Petőfi még élt, és jelentett Bemnek, szóval még nincs vége a dalnak. Egy házi csata után, 3-án este még Petőfi élt, és jelent, tehát írásos dokumentumra lelt ő, amit sajnos már nem tudunk megkeresni, mert valaki eltüntette a Erdélyi Magyar Múzeum gyűjteményéből. Tehát Magyarországon is voltak tudósok, akadémiai doktorok, akik mindent megtettek, hogy az igazság előbb vagy utóbb, de kiderüljön. Sajnos nem tudjuk, Glac Ferenc mit tett, de azt tudjuk, hogy elődje Kosári Domokos már határozottan cáfolta, hogy ő biztos benne, hogy nem vittek hadifoglyokat, ezért zöldségnek nevezte a úgymond barguzinisták teóriáját, hogy valamikor Petőfi Szibériában élhetett. Ezen gondolatok után nem tudok többet mondani, mint hogy szívesen várjuk Alekszej Kivanyenkót, hogy a lezárt Oroszországból eljöjjön közénk. Itt legyen könyvének hivatalos újra bemutatásán, és elmondja azt, amit esetleg azóta megtudott, amióta az irkutszki, ulanudei, novoszibirszki levéltárak után számunkra egy könyvbe foglalt össze. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, átadom barátomnak a mikrofon. Csak annyit szólok közbevetőleg, hogy ez a könyv most jelenik meg, ma. 2500 forintba fog kerülni. Akik ma itt vannak és megveszik, akkor 1500 forintért megvásárolhatják. Mi is ma veszük először a kezünkbe ezt a könyvet, és öröm látni, hogy itt van. És úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dokumentuma annak, hogy nem csak nálunk, hanem Szibériában is folyik ez a Petőfi kutatás, és hogyha a Magyarok Világszövetsége nem engedné meg, hogy ezek megjelenjenek, akkor senki nem tudna róla. Viszont ez már talán a negyedik kötet, ha jól tudom, amelyik ezzel kapcsolatban megjelenik, és gyakorlatilag az idő múlik, ma lehet, hogy a hivatalos álláspont olyan, amilyen nem törődik vele, de holnap, a jövőben ezek a dokumentumok rendkívül fontosak lesznek, amiket majd
a későbbi kutatók használhatnak. Ezért én azt gondolom, hogy nagy köszönettel tartozunk azoknak, akik ezt a könyvet létrehozták, így a fordító, az orosz szöveget lefordító Dalmai Árpádnak. Aztán lektorálta ezt a könyvet Borzák Tibor, aki a Petőfi Hanvait Hazahozó Bizottságnak is a tagja volt. Aztán Csémi Tamás szerkesztőnek is köszönjük a munkáját. És ahogy olvastam ezt a könyvet, mármint az előzetes kéziratot, láttam, hogy Fuchs Sándornak is rendkívül sok munkája van benne, hiszen rengeteg telefon, levelezés, oda-vissza fordítás volt, amiatt, hogy Tyivanyenko a könyvében a keleti és a nyugati szemléletet valahogy szinkronizálhassa. És ezt ő valahogy talán meg is oldotta valamilyen szinten ezt a szinkronizálást, de ugyanakkor már feldolgozta azt az anyagot is, amit az utóbbi évtizedben például a Petőfi Bizottság letett az asztalra. Tehát ez elsősorban Fuchs Sándornak köszönhető és a B-ben létrehozott Petőfi intézetnek. És hát azt is ne felejtsük el, hogyha mindezek ugye dolgoztak is nagyon szépen, hogyha a Világszövetség nem ad erre lehetőséget, akkor ezek a kötetek, ezek az anyagok nem kerülnének most ugye nyilvánosság elé. És most ebben a kötetben egy újabb, olyan nagyon jelentős mozaik darabot tarthatunk a kezünkbe, amelyik az egész kép összeállításához nagyon fontos. Tehát ugye eddig is mi szolgáltattuk ezeket a mozaik darabokat, vagyis a Világszövetség, de lassan összeáll az a kép, amit ugye a hivatalos irodalomtörténészek nem tanítanak, de nekünk mégis nagyon fontos, mert nekünk az a dolgunk, hogy a nemzeti kegyelet egyszer igazán bemutathassa az áldozatát, azelőtt a költő előtt, akit Magyarország legnagyobb költőinek tartanak, és ennek kapcsán foglalkozzon azzal is, amivel ez a könyv, amit ugye mindenkinek ajánlunk, és amelyik nem csak arról szól, hogy a Segesváron elesett magyar, illetve fogságba esett magyar foglyokat hogyan viszik Szibériába, milyen útvonalon, milyen településekre kerülnek, mi lesz a sorsuk, hanem arról is szól, hogy a hatalom eldöntötte, hogy Petőfi Sándor legyen halott a közvélemény számára, évtizedek, évszázadok után is legyen halott, a hatalom így döntött, de a magyarság soha nem nyugodott ebbe bele, és nemzedékenként újra és újra követelte, hogy igenis mi keressük meg a sírját, és a kegyeletünket róljuk le a sírja előtt. És ugye Szibéria, tudjuk, az a hely, ami azért különleges, mert talán egyedül a világon úgy döntöttek a hatalom részéről, hogy akiket nem érdemes kivégezni, mert ha mondjuk Petőfi Sándort elfogják az 50-es évek elején és kivégzik, lehet egy újabb szabadsághalt robban ki. Hát az ilyen háborús bűnösöket el kell vinni olyan helyre, például Szibériába, ahonnan gyakorlatilag lehetetlen megszökni, lehetetlen visszajönni. És hát ez a Szibériának a specialitása, és az az érdekes, és az a szép, hogy ebben a kötetben is például olvashatjuk a szibériai Petőfinek a többoldalú megközelítését, a próbálkozásait, hogy megszökjön, a magánéletét, azt, hogy ott gyermekei is születnek, azt, hogy milyen ez a személyiség, aki ott él, és ugyanakkor verseket ír, és ugye több mint 20 versét ismerjük abból a világból, amit még ugye a hivatalos történetírás nem fogadott el. Tehát úgy gondolom, hogy ajánlhatjuk ezt a könyvet mindenki számára, mert a
ma nem feltétlenül, de holnap és holnap után egy fontos dokumentuma lesz a Petőfi kutatásnak. Köszönöm szépen! Tekintettel arra, hogy még bőségesen van idő, még mielőtt el kellene menniük barátainknak, megkérdezem, hogy Sándor, akarsz-e hozzáfűzni, vagy kiegészíteni az eddig mondottakat bármilyen gondolattal? Igen, a barátunk, Endre barátunk felszólalása gondolatokat ébreszt bennem. Az egyik gondolat az, amit tovább hozok ide, mert Borzák Tibortól származik. Ő az a hajdani morvai expedícióban résztvevő újságíró, aki PS címmel egy könyvet adott ki, és teljes részletességgel ír arról, hogy hogyan indultak, mit találtak, milyen harcot kellett folytatni morvainak is, az embereinek ahhoz, hogy az igazságot a világ elé tudják tárni. Mikor megtudta, hogy ma egy könyvvel mutatkozunk be, akkor fölhívott és elmondta, hogy olvassam el a Szabadföld, mert ő a Szabadföld újságírója. Szabadföld egyik májusi számát, 8-án jelent meg egy cikk, ahol ő fölfedte azt, hogy Nógrád megyében, a állami levéltár Nógrád megyei levéltárában megtalálta valaki azt a tiltást, amelyet az 1850-es évek elején Magyarországon a főispán kapott, hogy amennyiben olyan jellegű írást talál, amely az orosz csapatok, magyar honvédek orosz csapatok által való elhurcolására utal, azokat meg kell semmisíteni. Tehát az a helyzet, ami Magyarországon van, azért lehet ilyen, ennyire elvakult a honvédek és Petőfi ügyében, állítván, hogy nem vittek hadifoglyokat az oroszok, mert erre komoly tiltás volt. Ez a tiltás valamilyen formában nem érte ezt a papírt, amelyet önök meg is nézhetnek már ma a Facebook Petőfi csoport oldalán. Mi erről nem is tudtunk, hogy a Borzák Tiborhoz eljutott ez az információ. Minden esetre megvilágítja azt a kártékony helyzetet, hogy miért nem tudunk Magyarországon, miért nem találunk dokumentumot arra, hogy az oroszok több ezer magyar vittek Szibériába. Hát többek között ezért. És ezért mondhatja a Hermann Robert meg az akadémisták, hogy mutassatok dokumentumot, mert tudják, hogy nincs dokumentum. No, hála Istennek, itt vannak a dokumentumok. Igaz, hogy ezeket Oroszországban kellett Kivanyenko barátunknak összeszedni. A másik gondolat, amit itt a Endre barátom hozzászólásából le tudok szűrni, a versek. Több mint 20 orosz nyelvű versről beszélt, amiket sikerült fölfedezni Oroszországban. Erről a egyik legismertebb magyar verstan professzor, Szuromi Lajos, aki sajnos már nem él köztünk, Debreceni Egyetemnek volt tanára, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, verstantanár. Két verset vizsgált meg, és határozottan mondta, kijelentette, hogy ezeket senki más nem írhatta, bár oroszul voltak írva, csak Petőfi, hiszen azok a költői képek, azok a ritmusok, az a ritmika, ami a versben foglaltatik, ez Petőfi Sándorra utal. Ezt a tanulmányt egyszer sikerült Szuromi Lajosnak közzétenni, soha senki egyetlen hivatalosnak mondható irodalomtudós, versstantanár nem tudta cáfolni ezt az állítást, és nem is foglalkoznak vele, a legjobb módszert alkalmazzák, az elhallgatást ezen a téren is. Most még ennek a könyvnek a kapcsán is az jut eszembe, hogy Petőfivel kezdtünk foglalkozni 10 évvel ezelőtt, de többről van itt szó. Több ezer magyar katonáról, akik a magyar szabadságért harcoltak, akikről
tudták, a hivatalosságok már 10 évvel, röviddel a szabadságharc után, hogy kikerülhettek és ki is kerültek Szibériába, mert voltak, akik elszöktek menet közben és hazajöttek, és elmondták, hogy nekik sikerült megszökniük a transportból, és hozták a hírt, hogy nem csak katonákat, hanem civileket is vittek az oroszok, pótolván a veszteségüket. Az orosz seregnek a magyar szabadságharc idején több vesztesége volt a járványok által, mint a harcban. Rengeteg, a Pest is, több 10 000-nél is több katonát terített le a földre, és ezekkel valahogy el kellett számolni az orosz hadsereg vezetőinek. Ezért vittek mindenkit, akit tudtak. Tudunk többek között arról, hogy a Debrecennél folytatott nagy csatába augusztus 1-én több mint 500 embert vittek, kísértek Kassán keresztül egészen Varsóig, aztán Szibériába. Tehát a magyar államnak, a magyar népnek, a magyar nemzetnek a elhurcolt honvédek, katonák iránti kegyelete is meg kell, hogy szólaljon előbb-utóbb, hiszen a szabadságunkért harcoltak. Minden állam, minden nép törekszik arra, hogyha a hősei, akik háborúban nem mindenki önként, hiszen vitték őket, és hadifogságba esnek, akkor mindent kihasználjanak arra, hogy ezeket visszahozzák a hazában. A mindenkori magyar politika, aki ma még nem akar tudni róluk, a mai politika is, de 1860-as évektől kezdve minden egyes magyar kormány felelős, mert tudta, hogy magyarok szenvednek Szibériába, és olyan büntetést szenvednek, amiből nincsen visszatérés. Ennyit akartam még hozzáfűzni. Endre barátom. Nos, én akkor azért belevágok, még nem menjetek szerintem, még van 10 percetek, mert hát, hogyha lesz valamit, rosszul tudok. Azért én csak belevágok ebbe a Petőfi Bizottsági történetbe, amit meghirdettünk, hiszen híve vagyok annak, hogy legalább egy ilyen 10 éves mérföldkőnél számba vegyük azt, amit cselekedtünk, és legalább önökkel egy ilyen világszövetségi, nemzetpolitikai előadás keretében ismertessünk. Hozzátartozik a történethez, az én szemszögömből nézve, hogy 89-ben zajlik ugye a Barguzini feltárás, akkor mi még a magunk erdélyi Ceausescu-i elszigeteltségében élünk, de persze eljutnak Géren hozzánk is a hírek, és egykori mentoromat, a Kolozsváron élő Kányádi Sándort kérdezem. Lényegében ő volt az, aki engem 89-ben a politikai pályán elindított azzal az ajánlással, hogy Patrubány az erdélyi magyarság miniszterelnöke felkiáltással. És rákérdeztem, hogy Sándor bátyám, hát mi van ezzel a Petőfi hírrel, hogy ott egy expedíció Szibériában keresi a hamvait. Hát azt mondja, nem kell ezzel törődni. A magyar történelemben azóta is valahányszor van valami felfordulás, rendszerváltás, mindig előjön ez a Petőfi téma. Mindig előhozzák azt, hogy Szibériába hurcolták el. Ez ilyen politikai ügy, ezzel nem kell foglalkozni. Petőfi Sándor Fehéregyházán hunyt el. És hát ugye igen erős volt ez az érzés, én magam is még középiskolás voltam, amikor a fehéregyházi csata, azt hiszem, hogy 140. évfordulóját, vagy 125. évfordulóját ott Fehéregyházán igen magasztos emlék ünnepséggel emlékeztek róla, és én is ott voltam még középiskolásként, és bennem is mély emléket hagyott, tehát ezért én is magamban lezártam a kérdést, ha már Kányádi Sándor mondta.
Aztán egyre többet járva Budapestre, különösképpen miután a Világszövetség elnöke lettem, ugye Kéri Edittel munka kapcsolatba kerültem, mert írt ő még egy néhány könyvet, nem csak Petőfivel foglalkozott, és nem csak abban volt neki meghatározó szerepe, hogy végül is ez a morvai féle expedíció létrejött, hanem a 2000-es években az október 25-ei, 1956. október 25-ei véres csütörtöki sortűzzel foglalkozott, éppenséggel feltárta, hogy kik is lőttek a Kossuth téren, ahol 1000 magyar embert öltek meg egy órányi gépfegyverezés révén, és hát senki nem vállalta a könyvének a kiadását, én pedig elvállaltam, és hát így kerültünk mi Edit nénivel kapcsolatba, és hát egyre gyakrabban előjött ez az ő barguzini részvétele a Petőfi expedíción. Végül hát megérett bennem ebből a párbeszédből, meg Kiszegy Istvánnak is egy-két előadását megtekintettem, megérett bennem a gondolat, hogy ezzel muszáj foglalkozni. Tehát ez egyáltalán nem lezárt ügy, és a magyar nemzet önbecsülésének kérdése, hogy Petőfi Sándornak a hamvait felkutatja-e vagy sem, és megadja-e neki a végtisztességet vagy sem. És akkor 2010-ben, amikor a 161. évfordulója volt a fehéregyházi csatának, akkor írtam egy ilyen elmélkedést, hogy el kell temetnünk Petőfi Sándort, és hát is ez lett a kiinduló pontja a mi Petőfi bizottságunk létrejöttének. És a bizottságunkat természetesen messze menően a morvai féle expedíció tagjaira szerettük volna építeni, és én el is beszélgettem Kéri Edittel, kértem tőle tanácsot, hogy ki mindenkit kell bevonni. Ő rögtön eligazított, hogy ez AVH-s volt, ez munkásőr volt, ez besugó volt, ezt ezért nem kell hívni, azt azért nem kell hívni, azt amazért nem kell hívni. Hát nehezen alakult a meghívandók köre, és közben, amíg ugye ez hónapokat tesz ki ez a készülődés, közben kiderült Kiszeli Istvánról, aki ugyancsak az egyik meghívandó lett volna, kiderült róla, és kénytelen volt egy évtizedes vagy két évtizedes tagadás után bevallani, hogy ő maga is besugó volt, és nem is akármilyen szintű besugói jelentések tömkelege került elő, került nyilvánosságra saját családtagjai ellen, egyháza ellen, szóval elképesztő munkát végzett. És én eldöntöttem, hogy sajnos ilyen körülmények között Kiszel Istvánt ebbe az újonnan létrejövő Petőfi Bizottságban nem tudom meghívni. És amikor ezt meghallotta Edit néni, aki rendkívül harcias kommunista ellenes volt, és rendkívül harcias besugó ellenes, de hát ugye elfogult volt valamilyen oknál fogva Kiszel Istvánnal szemben, mikor elmondtam neki, hogy ne haragudjon, Kiszel Istvánt nem fogom meghívni a bizottságba, egy ekkora ajtaja van az irodámnak, mint ez úgy bevágta, hogy majd kiszakadt a sarkából, és azóta örök világ ellenségünk, aki azóta is minden alkalmat kihasznál arra, hogy minket ócsároljon. Nem sorolom, hogy mi mindent akadályozott, végig is ez az ő ellenséggé válása ezen az úton. Hozzátartozik ehhez a bizottságon kialakulásához, hogy első ülésünkre eljött és megtisztelte a bizottságunkat jelenlétével és formális tagságával is. T. Erdélyi Ilona, aki a mai MTA főtitkárának az édesanyja, mellesleg, de amúgy pedig Erdélyi Jánosnak az élő unokája, Petőfi kortársának az élő unokája, és hát ez bizonyos oltalmat adott a bizottságunknak, mert igen ferde szemmel nézte
mindenki, különösképpen ugye hát a hatóságok nyilván, de Morvai Ferenc és társai is. Morvait is meghívtuk, és csapatának meg annyi tagját erre az alakuló ülésre, természetesen nem jött el. És nagyon érdekes, hogy körülbelül egy év után, vagy talán még annyi se telt el, talán fél év után jelentkezett nálam Morvai Ferenc, bevallotta, hogy ő közelről figyelte a bizottságunk megalakulását, nagyon komoly fenntartásai voltak a személyemmel és az egész kezdeményezéssel szemben, de most már ennyi idő eltelte után látja, hogy mi vagyunk azok, akik képesek vagyunk kimozdítani holtpontról ezt az ügyet, és az összes eddigi munkájuk eredményét, kutatási eredményét mind-mind ránk testálja, írásba is foglalta, hogy felhatalmaz minket, hogy belátásunk szerint kezeljük, átadott nekünk felvételeket is, magnó felvételeket, egyéb digitális felvételeket, hogy ezeket kezeljük, mert ő most már lassan ki szeretne szállni, már benne van 20 éves harca, viaskodása, ő ezt abba szeretné hagyni. És hogy nem, ahogy úgy alakultunk apránként és haladtunk a magunk útján, egy adott ponton Morvai Ferenc felajánlotta, hogy átadja nekünk a teljes csontvázat, Petőfi Sándor teljes csontvázát. Mert azt mondta, hogy ez az ő birtokában van, ugyan Kéri Edit távolról cáfolta ezt, nem járt közénk már Edit néni ekkor egyáltalán, de ő mindenről tudomást szerzett, hiszen maga egy hírszerző apparátus, és ugyan üzengette, hogy Morvainál nincsenek csontok, de tény az, hogy Morvai Ferenc felajánlotta, és elvitte ezt a kérdést az Újjáélet meg a Morv Petőfi Bizottságba, ahol viszont a többség leszavazta őt. Ott nem firtatták, hogy rendelkezik-e a csontokkal, vagy nem. Ott neki hatalmas tekintélye volt ebben a Megamor általa alapított és működtetett Petőfi Bizottságban. Ő ezt uralta hát az expedícióval is, meg a pénzével, meg a befolyásával, hiszen országgyűlési képviselő is lett, stb. Ott nem nagyon mertek neki ellent mondani ebbe a bizottságba, de ezt az ügyet leszavazták, hogy ne adja át a csontvázat nekünk. Mondom, hála Istennek mondom mai eszemmel, mert mint kiderült, 2017-ben ugye temette el, ha jól emlékszem, 2017-ben szervezte meg Morvai Ferenc Petőfi Sándor hamvainak az eltemetését, amiről kiderült, hogy ez egy mutatvány. Ez egy színházi mutatvány, mert amikor itt egy sajtótájékoztatón, amelyen magam is jelen voltam, és meg is szólaltam, Kéri Edit neki szegezte, ő bejelentette, hogy el fogja temetni Petőfi Sándor hamvait, mert időközben Kínában igazolták neki, hogy ez biztos, hogy Petőfi Sándor csontváza, genetikai vizsgálatokat végeztek, Magyarországon élő Petőfi rokonoktól vett mintákkal, összehasonlították Kínába, kimutatták, hogy ez egyezik a rokonság, tehát ő elhatározta, hogy eltemeti. Amikor ezt bejelentette, akkor Kéri Edit néni neki szegezte a hallgatóság köréből a kérdést, hogy mit fogsz te eltemetni, csirkecsontokat, mert nincs nálad a Petőfi csontváz. Hát elég nagy zavart okozott a nemzetközi sajtótájékoztatón ez a közbekiáltás, de Morvai Ferencet színvallásra késztette, és bevallotta a Fuchs Sándornak egy 4 szem közti vagy 6 szem közti beszélgetése, amit egy közös ismerősük hozott össze, hogy hát nincs nála a teljes csontváz, ugye az emberi csontváznak van 200 csontja körülbelül, van nála vagy 40 csont, mondta ő. Ahhoz, hogy ez most már a temetés cél hajrájában volt, cél egyenesében volt, ahhoz, hogy mire ezt a látszattemetést elvégezte, addigra kiderült, hogy nincs nála talán 10 csont sem, de azért ez nem akadályozta meg abban, hogy ezt a többszörös mutatványt elvégezze. Mert egyrészt itt a
a Fiumei úti nemzeti sírkertben, annak is az egyik árkában, ahol a vietnámiakat szokták temetni, ott egy sírhelyet megvásárolt, vagy megszerzett, és oda szervezte, úgymond a látványos akcióját. De tulajdonképpen azt a beton szarkofágot, amiben nagy dirdurral és nagy sajtóhíreszteléssel elhelyezte a Petőfi relikviákat, azt egy egészen más helyen, máig hipertitkolt helyen, nem Budapesten helyezték föld alá, amint arról tudósítanak azok, akik ott jelen voltak. Tehát láthatjuk, kedves testvéreim, hogy micsoda kusza szövevény van mindmáig tartóan ebben a kérdéskörben, és hogy milyen bizonytalan ösvényen kell végigmennie annak, aki itt megpróbál igazságot feltárni és igazságot teremteni. Én azt hiszem, hogy most már valóban el kell engednünk a társainkat, de azért nem hamarabb, mint hogy megkérdezném, hogy erre az eddig által mondottakra valamit akarnak-e reflektálni. Legközelebb, jó, rendben. Köszönjük szépen. Akkor köszönöm a részvételeteket, és várunk vissza. Jövünk vissza. Istenem. Tehát ugye ez az egyik fontos körülmény volt, hogy ha már ezzel az igazsággal, a Morvai Ferencék igazságával és annak elismerésével közelítettünk olyan 2012-től kezdve a kérdéshez, hogy milyen hullámzóan alakul ez a viszony is. Jól lehet, mi jóformán semmit nem tettünk, olyan értelemben sosem cáfoltuk, sosem vitattuk az ő érdemeiket, sosem próbáltunk kisajátítani, vagy elsajátítani bármit, hanem csak úgy gondoltunk, hogy van a Magyarok Világszövetségének annyi tartása, van akkora súlya a koránál, meg annyi országban való jelenléténél fogva, a magyar állampolgárság visszaadásáért folytatott küzdelmének okán, amelyiknek a gyümölcse 2010-re érett be. Tehát hittük, hogy van akkora súlyunk és befolyásunk, hogy ezt a kérdés alól nem engedjük meg a magyar államnak, a magyar tudománynak, a magyar áltudománynak, hogy kibújjon, és előbb-utóbb ezt a kérdést dűlőre tudjuk vinni. Amint ugye már az a puszta tény, hogy 10 éve viaskodunk ezzel a kérdéskörrel, illetve hogy időközben micsoda elképesztő barátságok, ellenség motivumok szövődtek körénk, ez is mutatja, hogy ez valóban a magyar történelem egyik nem rejtélye, egyik tragikus és az egész magyarság sorsára nézve elképesztő súlyú merénylete. Tehát az, ami Petőfi Sándorral történik, az a szószoros értelemben merénylet, de átvitt értelemben is, és hogy szószoros értelemben mennyire az, arról akkor bizonyosodtunk meg, amikor az egyik Petőfi értekezletünkre, hiszen számos Petőfi értekezletet tartottunk ez alatt az idő alatt, nem csak az történt, hogy két világkongresszuson külön Petőfi konferenciát szerveztünk, ahol ennek a Petőfi kutatásnak rendeltünk és biztosítottunk keretet, hanem önálló Petőfi konferenciákat is szerveztünk. Az egyik Petőfi konferenciára eljött egy fiatal fogorvos nő, aki arról tartott előadást, hogy azon a koponyán, amelyet a barguzini sírban feltárt koponya alapján ilyen 3D-s nyomtatónak mondható módszerrel, tehát pontos letapogatás módszerrel újra gyártottak, tehát egy gipszkoponyán, de azon 10 milliméternyi pontosságúak voltak az idomok. Ezt ő tanulmányozta, és felfedezett rajta fogorvosként
olyan sajátos elváltozásokat, amelyek igazolták az irodalomból ismert Petőfi fogsornak néhány jellegzetességét. És amikor egy nagy figyelmet felkeltő előadás után másnap megkerestük, hogy adná át a nyomtatott változatát az előadásának, többet soha nem sikerült elérnünk, elérhetetlenné vált, nem vette fel a telefonját, amelyiken azt megelőzően kapcsolatot tartottunk vele. Igen ám, de Sanyi egyszer gondolt egyet, és felhívta egy olyan telefonról, ami nem az övé volt, tehát vagy ismeretlen számot, vagy más számot jelzett ki, és a hölgy felvette a kagylót, és amikor bemutatkozott, hogy kicsoda, akkor nyilván elhűlt a vonal túlsó végén, és nagyon szépen megkérte, hogy találkozzanak, mert muszáj beszélniük, és akkor elmondta, hogy ne haragudjon, ő életútja elején van, pályája elején, ő ezután az előadása után olyan halálos fenyegetéseket kapott, amelyeket nem tud figyelmen kívül hagyni, és kéri, hogy többet vele ne foglalkozzunk és ne emlegessük az ő esetét. Ugyanerre az értekezletre hívtunk egy írás szakértő hölgyet, akit úgy tartanak, hogy Magyarország egyik ma élő legfontosabb írás szakértője, akinek a mestere még az 50-es években úgy járt, hogy eléje tettek kézírásos verseket, amelyek Petőfi Sándor aláírással íródtak, és keltezésük Vengerszka Szelóban, Szibériában volt. Mellesleg ezekből a levelekből, ezekből a versekből egyet sikerült ugyancsak Sanyinak és társainak a Magyar Tudományos Akadémiából, a Magyar Tudományos Akadémia gyűjteményéből egy kis fondorlattal megszereznie, tehát ott van a többi is, ahol ez az egy. Na most az 50-es években ez a magyarországi írás szakértő elé oda tették azt a teljes vers gyűjteményt, hogy nyilatkozzék, Petőfi Sándor írta-e vagy sem. Ránézett, picit tanulmányozta, és azt mondta, ez minden kétséget kizáróan Petőfi Sándor kézírása. Másnap a börtönben ébredt, ahonnan 6 évig ki sem engedték, komoly testi bántalmazásban volt része. Most ez az ő tanítványa, aki 2010 után, kb. 2013-ban úgy dönt, hogy eljön a Petőfi értekezletünkre. Ő meséli el nekünk, ezt a mesterével megtörténteket, és mondta, hogy de ez az idő elmúlt, ő eljön az értekezletünkre, és mindezt elmondja. Egy nappal korábban felhívta Sanyit, és azt mondta, hogy ne haragudjon, nem tudok eljönni. Utólag találkoztak, és megmutatta, hogy milyen levelet kapott, és Sanyi belátta, hogy valóban jól tette, hogy nem jött el, mert az életével játszott volna. Ez 2010-es években történik Budapesten. Apropó Petőfi Sándor. Szóval, ha csak ezt tudtuk volna meg, ezt a két motivumot, már akkor is azt mondom, hogy nem volt hiába való ez a mi törekvésünk és ez a kutakodásunk, mert ha másra nem, arra jó volt, hogy rávilágítson, hogy valóban itt egy hatalmas, létező erő szegül ellene annak, hogy Petőfi Sándornak az igazsága kimondassék. Na de nézzük akkor a hivatalosságokhoz fűződő viszonyunkat, hiszen a viszonyunk nem csak a Petőfi Bizottság, Megamorf Petőfi Bizottsággal alakult, hanem megpróbáltunk ugye a Petőfi Irodalmi Múzeum irányába is lépni, megpróbáltunk a Kiskunfélegyházi és más Petőfi emlékhelyekkel is kapcsolatba lépni.
megpróbáltuk a Magyar Nemzeti Múzeummal és a Hadtörténeti Intézettel és Levéltárral is kapcsolatot kialakítani, hogy rakjuk össze a tudást, hát hogyha hamarabb eredményre jutunk. Például megtudtuk, hogy Józsa Antal, akinek a leveléből Sándor az imént idézett, Glac Ferenchez írott leveléből, ahol arról beszél, hogy Kolozsváron az Erdélyi Múzeum Egyesület irattárában őrizték Petőfi Sándornak egy olyan írását, amely 1849. augusztusában, 3 nappal a fehéregyházi csata után született. Tehát tettünk ilyen lépéseket és megkereséseket, sajnos ezek zsákutcának bizonyultak. Egyrészt kértük a Magyar Tudományos Akadémiától, hogy azt a Petőfi hajtincset, amelyet elrejtettek, amely lényegében ott volt a Tudományos Akadémia gyűjteményében, de a gyűjtemény felelőse is tagadta annak a létét, és amelyik el volt cserélve, a nyilvántartás meghamisítva egy másik fiókban, rekeszben helyezték el, és törölték is a nyilvántartásból Petőfi nevét, csak Szendrei Júlia hajtincse címen szerepelt. A lényeg az, hogy ezt is Kéri Edit kutatta ki, ám amikor kikutatta, akkor mi megkerestük a Tudományos Akadémiát, és kértük, hogy akkor adjanak egy hajszálat ebből a Petőfi hajtincsből, mert a genetikai vizsgálatok mai módszertanával ennek alapján végképp le lehet zárni a vitát, hogy Petőfi Sándor hamvait találták-e meg, vagy sem. Nem kell feltárni az édesanyja sírját, amit ugye megtagadtak annak idején 1990-ben és az azt követő években, mondván, hogy kegyelet sértő lenne, ha 150 év után feltárnák a sírt, azért, hogy DNS vizsgálattal döntsék el, Petőfi Sándor csontváza került-e elő Szibériában, vagy sem. Tehát a Tudományos Akadémia ezt a megkeresésünket is válasz nélkül hagyta. Szerveztünk március 15-én egy nagy tüntetést, egy műsoros tüntetést a Tudományos Akadémia elé, nem hagyták magukat meghatni. És akkor, amikor láttuk, hogy ezek az utak bezárulni játszanak, akkor összeraktuk az addigi információkat és érveket, és egy 12 pontos bizonyítását adtuk annak, hogy minden kétséget kizáróan Petőfi Sándor hamvai kerültek elé Szibériába. Ennek a bizonyításnak matematikai számítások is alapjául szolgáltak, aminek a legfontosabb eleme az volt, hogy a Varguzinban megtalált csontvázon 23 antropológiai, 22 vagy 23 antropológiai jel egyezett meg teljes mértékben Petőfi Sándor testének ismert méreteivel és jellemzőivel. Most a kriminalisztikában az van, hogyha egy ember eltűnik, és találnak valahol egy holttestet, és az adott holttesten öt jegy megegyezik az eltűnt személyi jegyeivel, akkor kimondják, hogy igenis az ő holttestét találták meg. Akkor a valószínűsége. Hát gondoljunk bele, hogyha 22 jegy egyezik, akkor az micsoda hatványfüggvényt ad. Történtek is becslések, amelyek kimondták, hogy annak a valószínűsége, hogy ne Petőfi Sándor csontváza került volna elő Varguzinba, szóval annak a valószínűsége kisebb, mint 1 a 3000 milliárdhoz. Na most, hogyha úgy vesszük, hogy az elmúlt 12 000 évben a Földön összesen nem élt 1000 milliárd ember, talán 100 milliárd sem, akkor világosan látszik, hogy ez a valószínűség 1 a 3000 milliárdhoz, ez gyakorlatilag teljes bizonyosságot jelent,
Ennél nagyobb bizonyosságot még a genetikai vizsgálatok sem szolgáltatnak, tehát nyugodtan ki lehet mondani ennek alapján, hogy igenis Barguzinban Petőfi Sándor hamvait találták meg. És ezt a Magyarok Világszövetsége belátta, elfogadta, és a Magyarok Világszövetségének elnöksége is a magáévá tette ezt a demonstrációt, és annak a következtetését. Tehát mi körülbelül 2012 óta hivatalosan és nyilvánosan is valljuk és hirdetjük, hogy Petőfi Sándor hamvai kerültek elő Szibériába meggyőződésünk szerint. Hát ez volt az első fontos elvi, elméleti hozzájárulásunk a kérdéskörhöz, semleges félként, hiszen mi semmiképpen nem voltunk részesei a 89-es feltárnásnak, minket elfogultsággal abba az irányba vádolni nem lehetett, mint ahogy nyilván vádolták a Petőfi Megamorf Bizottság tagjait, hiszen ennek ők voltak az alakítói, a részevői, és minduntalan elfogultsággal és részrehajlással vádolták őket, meg szakértelem hiányáról. Erről már nem is beszélek. A másik igen fontos kezdeti lépésünk az volt, hogy Kisendre József egy veretes elvi mondatba foglalta azt, amit én ebben a szösszenetemben, felindult szösszenetemben, hogy el kell temetnünk Petőfi Sándort írtam, ami egy nyilván egy erkölcsi megközelítése volt az ügynek. Endre úgy fogalmazott, hogy meg kell adnunk Petőfi Sándornak a nemzeti kegyeletet. A nemzeti kegyeletet. Hát ez fogalmi szinten is fontos. Tehát nem arról van szó, hogy eltemessük csupán, hanem igenis az egész nemzetnek ebben egyet kell értenie, oda kell sereglenie, fejet kell hajtania, zarándok helyé kell tenni az ő valós sírját. És ezzel eljutunk 2014-be, amikor a Fehéregyházi csata 165. évfordulója van, július 31-én. A Hősök terére egy nagyobb szabású rendezvényt szervezünk, amelynek keretében egy sírkereszttel meg is jelöljük Petőfi Sándor eljövendő örök nyughelyének egyetlen méltó helyét, hiszen úgy ítéltük meg, és azóta is tartjuk, hogy a Hősök terén, abban a szimbolikus sírban, ami üres, és a magyar hősök olykor ismeretlen katonának nevezett magyar hősök szimbolikus sírja, ide kell eltemetni majdan Petőfi Sándor hamvait, hiszen ő honvédként került Szibériába és vesztette életét, és ez a legméltóbb hely, ahol örök álmát nyugodhatja. Én azt hiszem, hogy ez is fontos tekintettel arra, hogy abban a pillanatban, amikor majd minden kétséget kizáróan és a hatalom által is elismerten elő fognak kerülni Petőfi Sándor hamvai, akkor majd tolongás lesz, hogy hova is temessék őt. Tettünk is egy kísérletet Kisendrének a segítségével, Sárospatakot megcéloztuk, hiszen Sárospatakon már az első pillanatoktól kezdve volt érdeklődés a téma iránt, és pillanatok alatt több ezer aláírást gyűlt össze a 11 ezer fős kisvárosban, annak érdekében, hogy amennyiben Petőfi Sándor hamvai előkerülnek, akkor Sárospatakon lehessen, vagy kelljen eltemetni. Ez az aláírásgyűjtés is beleilleszkedik ebbe a munkába, amelyiket úgy hívunk, hogy Petőfi Sándor számára a nemzeti kegyelet megadása. Hiszen egész tevékenységünk, azóta szövődő tevékenységünk ennek a jegyében zajlik. Igen, ezt azért csináljuk, elsősorban neki a kegyelet megadása, az egész nemzet nevében. Másodszorban csináljuk az igazság, a történelmi igazság kedvéért. De ugyancsak ebbe a fogalmi körbe tartozik a Szibériába elhurcolt honvédek ügye is.
Hát a számok, amelyek előkerülnek, majd önök is el fogják olvasni ezeket, ezt a könyvet is, hát megdöbbentő számok kerülnek elő, hogy csak egy menetoszlopban 2000-et vittek közülük egyszer, és hogyha így úgy összeadjuk, akár 10 000 főről is szó lehet. Hát hol van ez az ország, és hogy néz ki ez az ország? 10 000 fő eltűnik az életből, és senki nem vállal felelősséget érték. Senki nem keresi őket. 10 000 fő, egész falu alkalmattán. Hát még akkor is, hogyha az aradi, a világosi fegyver letétel után, és az aradi vérengzés után meg is szűnt a magyar államiság. És a kiegyezésig a Magyarország, mint önálló állam nem is létezett. Betagolták Ausztriába. Akkor is, hát a kiegyezés után, amikor még élő emberek sokasága van, hát 49-től még 2 évtized sem választja el, és akkor nem indul a nyomába a magyar, akkor élő magyar államiság annak, hogy hová lett 10 000 ember. Sőt, mint halljuk, meg is tiltják, sőt, meg is semmisítik. Nem csak megtiltják, és megsemmisítésre kötelezik őket, hogyha bárhol előkerülne ennek nyoma. Hát, kedves testvéreim, ez a magyarságnak egy súlyos, súlyos szervi, idézőben mondom, szervi baja, szervi betegsége, mert ez több mint lelki betegség, több, mint rossz szokás, több, mint méltatlan viselkedés, ez már kóros állapot. Tehát, ha egy állam és egy nemzet, amelyik arra igényt tart, hogy ő állam alapításra képes nemzet, nem törődik azzal, hogy eltűnik pár ezer lelke, akkor nem méltó arra, hogy állama legyen. Nem méltó arra, hogy nemzetnek neveztessék. Ime, ezért ilyen súlyú kérdés, Petőfi Sándor újra temetése, olyannyira, hogy amikor elkezdtük a magyar választópolgárok értékválasztásának megsegítésére minden választások előtt kidolgozni egy magyar nemzeti minimumot, úgymond, amiről a Magyarok Világszövetsége azt állítja, hogy az a minimum, amiben minden magyar pártnak egyet kéne értenie, ha magyar pártnak akarja magát nevezni. Tehát ebbe az utolsó, legteljesebb magyar nemzeti minimumunkba, amely 32 nemzetpolitikai tételből állt, ebből nulladik ponttá emeltük, tehát az elsőnél is fontosabb ponttá emeltük Petőfi Sándor újra temetésének és a nemzeti kegyelet megadásának a kérdéskörét. Hiszen ameddig ezzel nem vett számot a magyarság, ameddig nem kérdezi meg a magyar nemzet minden egyes tagja, aki életében hallott egy Petőfi verset, akinek életében egy pillanatig is élményt jelentett valamelyik Petőfi vers. Ha nem kérdezi meg magát az a magyar ember, hogy én mit tettem azért, hogy Petőfi Sándornak igazságszolgáltassák, szóltam-e a szomszédomnak, a gyermekemnek, az apámnak, az anyámnak, az utódomnak, a barátomnak, hogy te, ne hagyjuk ezt annyiba. Ne nyugodjunk benne, hogy eltűnt, mint Petőfi a ködben, meg hasonló mellébeszélésekbe. Hiszen a legtisztább lelkű magyar költő volt. A nemzetnek talán legnagyobb fia. És nem lehet abba belenyugodni, hogy eltűnt, mert nem hullott a tengerbe. Ha fel kell ásni négyzetcentiméterenként a fehéregyházi csatateret, akkor fel kell ásni. De akkor is elő kell keríteni a holttestét, és meg kell adni neki a nemzeti kegyeletet. Ugyanis Petőfi Sándor után lehetne a magyar nemzetnek egy olyan meghatározást is adni, hogy magyar az, aki életében hallott egy Petőfi verset.
Elképzelhető, hogy Petőfi Sándor után magyarnak lehessen nevezni azt, aki nem hallott egy Petőfi Sándor verset? Én azt hiszem, hogy nem. Tehát Petőfi Sándort azért minden szinten, mindenütt, ahol egyszerűen magyar oktatás volt, ott az ő valamelyik versét előadták, szavalták, élményt jelentett annak az élő közösségnek, aki az ő gondolatait felidézte. Íme, kedves testvéreim, a Világszövetségnek tehát, ha most a történeten túl pontokba szedném, hogy mit is adtunk mi ennek a Petőfi kutatásnak, akkor a már két említett iraton, amelyet Fuchs Sándor kerített elő, és az ő segítségével hozhattuk nyilvánosságra, az egyik ugye a Barátosi Lénárd Lajosnak a naplója, a másik pedig ez a Feri Sándor főbírának az utolsó interjúja, ami, mint mondtam, teljesen a nyilvánosság elől elrejtve van. Akkor még hozzáteszem a következőt. Tehát a kérdésnek az elvi megalapozása, hogy nem csak holmi temetésről van szó, hanem elsősorban a nemzeti kegyelet megadásáról. A második, hogy olyan elméleti bizonyítását adtunk azzal a 2001-2002-ben asztalra tett 12 pontos bizonyítással annak, hogy Petőfi Sándor hamvai kerültek el Barguzinba, amit elméletileg megdönteni alig, ha lehet. Harmadsorban meg kell említenem, hogy megjelöltük nem ötletszerűen, hanem hosszas fontolgatás, közvéleménykutatás, aláírásgyűjtés után és árán megjelöltük azt a helyet, ahova Petőfi Sándor hamvait el kell temetni, és ez egy olyan hely, amelyik minden bizonnyal konszenzusos hely lehet. Sőt, annak sem lehet akadálya, hogy valóságos zarándok helyé váljék, ami a legfontosabb volna Petőfi Sándornak a nemzeti kegyelet megadásával. Amitől a mai napig félnek bizonyos körök, mert úgy, ahogy azt hiszem, hogy ezt is Kisendre József fogalmazta meg valamelyik Petőfi megemlékezésünkön, hogyha Petőfi Sándor ma élne, ma is börtönben ülne Magyarországon, mert semmiféle hatalom azt az egyenes beszédet, azt a köntörfalazásmentes egyenes beszédet, és azt a mozgósító erőt, ami Petőfi Sándor verseiben testet öltött, azt egyetlen létező hatalom sem szeretné megélni, pláne hogyha nem számíthat arra, hogy mellette áll. Folytatnám, és azt mondom, hogy amiről Fuchs Sándor szerényen nem beszélt, hogy ez is az ő munkájának eredménye, hogy létrehoztunk egy Petőfi Sándor intézetet, amelyiknek egy nagyszerű otthont is teremtettünk, egy olyan felvidéki kastélyban, amelyet az enyészetből ugyancsak Sándor bányászott elő, és újítatott fel, egy Sennyei kastélyban. Sennyei volt II. Rákóczi Ferenc első tábornoka, aki mellé szegült a II. Rákóczi Ferenc féle szabadságharcban, és az ő porladó kastélyát szedte rendbe, újítatta fel Sándor, és ebben teremtett otthont ennek a Petőfi intézetnek, amelyiknek már igen tekintélyes gyűjteménye van, igen tekintélyes olyan iratokból álló gyűjteménye van, amelyek soha sehol nem fordultak még elő Magyarországon, és amelyiknek nincs is másolati példánya Magyarországon. Tehát ezek javarészt Oroszországból előkerült, igen tekintélyes gyűjtemény, mind Petőfi Sándor
oroszországi elhurcoltatásának dokumentumai és bizonyítékai. És hát végül, ha azt mondom, hogy sikerült rávilágítanunk arra, amit itt említettem, hogy micsoda falakba és micsoda ellenállásba ütközik a mai napig Magyarországon ez a gondolat, hogy Petőfi Sándornak igazságszolgáltassék, akkor azt hiszem, hogy talán a legfontosabb adalékot adtuk ahhoz, hogy egyszer, valamikor ennek véget vethessünk. Hisszük, hogy ez a könyv, amelyiket ma mutattunk be, ez a könyv talán arra alkalmas lesz, hogy egyszer s mindenkorra elhallgattassa azokat a magyar történészi, tudósi, idézőjelben mondom, mindkét szót, vélekedéseket, amelyek ma uralkodó véleményként vannak jelen a magyar tudomány és a közéletben, miszerint nem vittek volna, nem hurcoltak volna el az oroszok az 1849-es cári intervenció során magyar hadifoglyokat, sőt, magyar civileket is ezrével Magyarországról. És egy súlyos adósságára emlékeztetjük ezzel a Hadtörténeti Múzeumot és Intézetet is. Hát mit művel, és mire költi az ország pénzét a Hadtörténeti Intézet és Múzeum, ha nem érdekli őt pár ezer honvéd szibériai sorsa? Hát akkor mivel foglalkoznak, és mire gyűjtik? Miféle hadtörténetet űznek, és milyen múzeumot vezetnek? Engedtessék meg nekem ez a kérdés. Persze nem vagyok naív, pontosan tudom, hogyha valahol ott, ahol annak a vezetője parancsnok, nem holmi igazgató vagy elnök, hanem parancsnok, ott katonai parancsrendszer működik, tehát hogyha a polgári életben el lehet érni, hogy megsemmisítsenek dokumentumokat, hogy befogják mindenkinek a száját, aki állami kenyéren él, akkor természetes, hogy ott, ahol parancsuralom van, ott ezt még könnyebb megtenni. Na de akkor is el kell kezdenünk feszegetni mindezt az igazság jegyében, Petőfi Sándorért, a méltányosságért, a tisztességért, az erkölcsért, és végső soron a magyar jövőért. Kedves barátaim, ez lett volna a mi előadásunk. Nyilván Sándor is és Endre is többet mondott volna erről a kérdéskörről, hogyha itt maradhattak volna. Én úgy gondolom, hogy az előadásom hátralevő részében szívesen kitérnék egy-két aktuál politikai kérdésre is. Tehát tessék kérem gondolkozni, a koronavírustól elkezdve bármilyen témában lehet engem kérdezni. Én viszont még mielőtt elhagynánk a Petőfi Sándor bizottságunk munkájának ismertetését, megkérem Bottyán Zoltán elnök helyettes urat, aki itt van, és akit köszöntök ezen az előadásomon, és aki ugyancsak tagja a Petőfi Bizottságunknak, igaz, hogy később kapcsolódott be a Petőfi Bizottság munkájába, de biztos vagyok benne, hogy magyar tanárként és irodalmárként és közéleti harcosként neki is van hozzáfűzni valója az itt elhangzottakhoz. Váratlanul ért ez a megszólítás. Hát mindenek előtt azt szeretném aláhúzni, hogy meg kell köszönjük Tyivanyenko professzornak azt a sok évtizedes munkát, amit ennek az ügynek a szolgálatában végzett, azt a szolidaritást, amit a magyarság iránt tanúsít, a Magyarok Világszövetségének a munkájának a
megbecsülése irányában. Megtapasztaltam én is a szibériai utunkon, hogy aki ugyanúgy ott az orosz világban, ott a burját földön, szembe kell néznie azzal a világgal, amivel mi is küzdünk itt Magyarországon. Hogy ott is őt ugyanúgy megszólják azért, hogy ilyen megszállottként keresi az igazságot mondjuk Petőfi ügyében. Azt, hogy még ott is, ahol Petőfinek azért olyan neve van, olyan híre van, hogy a Bajkál tavon hajó, gombhajó visz, hirdeti a nevét, ahol azok a települések, ahol ő élt, olyan módon őrzik az ő hagyományát, hogy az egész falu kivonul elénk népviseletben a fogadásunkra, ahol akadémikusok szállnak ringbe azért, hogy igenis itt élt Petőfi, és én is annak a leszármazottja vagyok. És ahogy visszagondolok, hogy ezek az emberek azért lassan hogy maradnak távol ettől a harctól. Akkor is, hogyha ott helyi, helytörténeti gyűjtőmunka is alátámasztja mindazokat. Ahol ott van az a ház, ahol Petőfi élt. Ahol ott van az a sírhely, ami őrzi az ő emlékét. Itt is az a sorsa azoknak az embereknek, akik ezért harcolnak, mint ami nekünk itt. Nincs más lehetőségünk, mint ezt, ahogy nem túlságosan szeretem ezt az embert, de vannak helyzetek, amikor azt kell mondani, hogy ennek az ember, nincs más, mint ezt az utat követni. Mármint azt, hogy nem feltétlenül kell reménykedni ahhoz, hogy az igazságot kiharcoljuk. Végig kell harcolni akkor is, amikor nem látszik erre az esély. Nincsen ennek a reménye. Persze mi a reményt sem adjuk fel erre. Nem emlékszem arra a mozzanatra, hogy egy személyes emléket is megoszhat erről a szibériai útról. Amikor hát ott a sok orosz nyelvre fordított, meg orosz nyelvre magyarra fordított beszédek közben egyszer csak eszembe jutott, hogy hát mondjunk el egy Petőfi verset magyarul. Hát döbbenetes volt a hatása, hogy először hallottak magyarul Petőfi verset ott. És hogy mindez, ez összekapcsolódott elég sok minden mással. Én összegezve egyrészt azt szeretném mondani, hogy illetve nem is összegezve, még mielőtt összegezni, még hozzátenném azt is, hogy ugyancsak személyes kapcsolat vagy emlék fűzött Szuromi Lajos professzorhoz, aki akkor még nem volt professzor, amikor én a Debreceni Egyetemen egy ilyen magyar tanári továbbképzésen, egy két éves kurzuson ismertem meg őt, és ismertem meg a munkásságát, hogy ő valóban az egyik legnagyobb magyar verstan szakértő. Annak idején Kecskés Andrással, tehát másodmagával adta ki azt a verstan könyvet, ami alapműve a modern magyar verstan kutatásnak, és nagyon fontos eredménye ritmikában, prozódiában, és az egész magyar irodalomtörténeten végigvíve ezt a
az elemzést hozta elő, és ezt az embert itt Magyarországon szilenciumra, elhallgatásra lehetett kényszeríteni. Nem csak a Debreceni Egyetemen, amelyiknek a tanára volt, hanem megtette ezt ő vele, az ő volt tanítványa is, aki folyóirat szerkesztő volt. Tehát valahogy azt szeretném érzékeltetni, hogy itt olyan tábornak az emberei vannak együtt Petőfi körül, akik nem engedhetik el. Nem csak Petőfit és nem csak Petőfi társait, hanem nem engedhetik el azt a nemzetet, amelyik nem lehet méltatlan ehhez. Köszönöm szépen. Trianont meg kell szüntetni. Trianon nem csak a magyarság életének a kulcsa, Trianon az emberiség létének a kulcsa. Igen, hát Dalmai Árpádról esett szó, ennek a könyvnek a fordítójáról, akit mindenképpen védelmembe kell vennem. Én ugyan nem ismertem az ő kárpátaljai életszakaszát, de tudom, hogy a Magyarok Világszövetségében, amióta tagunk, és amióta a Petőfi Sándor Bizottság munkájába is bekapcsolódott, felbecsülhetetlenül hasznos dolgokat művel. Az előző Tyivanyenko könyvet, a Szibériai Titkos Fogoly című könyvet is ő fordította igen alapos munkával magyarra, és ezt is. Ezt tudni kell, hogy ez nem csak egy egyszerű fordítás, hanem egy fantasztikus lektori munka is, hiszen azért Szibériából a magyar történelmet, a magyar-osztrák háborút, a magyar belviszonyokat megírni, mint ahogy ezt ugye Tyivanyenko teszi a maga kutatásai alapján, nyilván, hogy csak megközelítőleg lehet. Tehát ott szinte minden Magyarországra vonatkozó állításnak a végére kell járni, ellenőrizni kell, és alkalomattán helyesbíteni is. Tehát azért mondom, hogy ezeknek a könyveknek a magyarra való átültetése egy fantasztikus munka volt, amit nem sokan vállaltak volna, Dalmai Árpád pedig igen magas szinten megtette. Na most, ami a politikai dolgokat illeti, hadd szóljak arról is, annyit tudunk én a Magyarok Világszövetsége történetéből, hogy még 92 és 96 között, amikor az elnökségnek tagja voltam, és akkor megboldogult Fodó Sándor képviselte, KMKS volt a tagszervezetünk, és az egyetlen kárpátaljai magyar szervezet, akkor visszatérő motívum volt, hogy van Beregszászban egy másik magyar szervezet, a BMKS, a Beregszászi Magyar Kulturális Szövetség, amelyiknek Dalmai Árpád a vezetője, és amelyik hát önállóskodni akar, nem akar betagolódni a KMKS-be, és ez is kérte a felvételét a Magyarok Világszövetségébe. És hát komoly elméleti vita folyt az elnökségbe, hogy mit csináljunk, mert íme itt vannak az egységbontók, mi bár befogadtuk a KMKS-t, és akkor most mit csináljunk ezzel a BMKS-szel. És azt a dodonai döntést hozta a Magyarok Világszövetségének elnöksége valamikor 93-94-ben, hogy a Beregszászi Magyar Kulturális Szövetséget felvesszük, mert ők is magyarok. De azt a Dalmai Árpádot, aki itt az egységet megbontotta, hogy még egy magyar szervezetet létrehozott a KMKS mellett, őt nem vesszük fel. Tehát ez a döntés született akkor. Na most, amit nem tudnak, amit a legkevesebben tudnak, és nem tudom, hogy Szilágyi úr tudja-e. Amikor 1991-ben, december 1-én népszavazásra került sor
Ukrajnában, ahol 4 kérdésre kellett szavazni. Ugye egyrészt arra 2 kérdés a Szovjetunióból kiváló Ukrajnára vonatkozott, annak az államiságára és az elnök választására. De Kárpátalján még megtoldották ezt 2 kérdéssel. Az egyik arról szólt, hogy Kárpátaljának, mint egésznek legyen egy különleges státusza az ukrán államon belül, a második pedig arról szólt, hogy Beregszásznak és környékének magyar autonómiája legyen. Na, hogy ez a 2 kérdés felkerült a népszavazásra, ez ismereteink szerint egy az egyben Dalmai Árpádnak az érdeme, aki akkor Beregszászban olyan vezető beosztásban volt, magyar vezetőként, hogy ezt ki tudta verekedni. Na most, hogyha ezt cáfolják önök adatszerűen, akkor van miről beszélgetnünk, hogyha pedig ezt nem tudják cáfolni, hogy két népszavazási kérdés, hogy felkerült a hivatalos népszavazás szavazó céduláira, hogy ez Dalmai Árpád érdeme, akkor szerintem egy kicsit mérsékelniük kell a bírálatukat, még akkor is, hogyha vannak akár emberileg érthető egymásnak feszülések, és sok egyéb hiba is, és sok minden egyéb is felróható Dalmai Árpádnak. Egyébként lévén, hogy ő nincs jelen, azt mondom, hogy ezt a vitát itt állítsuk meg, nem akarok erről többet beszélni. Ön elmondta a vágyait, én a magam lelkiismeret szerint ezeket elhárítottam, és úgy gondolom, hogy a jövőben akár nyílt levél formájában a vita lefolytatható. Kedves barátaim, kinek van még kedve, hogy még beszéljek valamiről, emelje fel a kezét? Nincs, úgyhogy akkor befejezem itt. Még akartam volna a koronavírus konferenciáról beszélni, ami itt a házban zajlott. Fel akartam emlegetni még a Zrínyi napokkal kapcsolatosan, a szigetvári török-magyar barátság emlékparkkal kapcsolatosan egy fontos elvi ügyet, és gondoltam, hogy lévén, hogy ilyenkor mindig az aláírásgyűjtés kérdése szóba szokott kerülni, és lévén, hogy az augusztusi küldőgyűlésünk óta ez az első előadásom, hogy erre is beszélünk, lévén, hogy a küldőgyűlés úgy döntött, hogy egész jövő évre meghosszabbítja, pontosabban december 5-éig meghosszabbítja az aláírásgyűjtést. Na most, hogyha nem is akarnak engem meghallgatni, ebben a 3 ügyben még röviden szólok. A koronavírus konferencia, amelyik augusztus 21-én itt zajlott, egy nemzetközi koronavírus konferencia, amit befogadtunk, és amelyiknek fővédnöke voltam, az a magyarországi támadások keresztüzébe került. Rendkívül fájdalmas módon az orvosi kamara elnöke, Kincses Gyulának hívják, ha jól tudom, és megtudtam utólag, hogy a mi tagtársunknak, Kincses Kovács Évának volt az első férje. Szóval ez a Kincses Gyula nagyon elvetette a súlykot, ő ilyen pártszédelgő politikus, az MDF-től az MSZP-n át a Fideszig mindent végigjárt, még a Gyurcsány kormányban is, kormány idején is valami egészségügyi államtitkár volt, ha jól tudom. Aztán az Orbán kormány idejében hasonlóképpen, most éppenséggel az orvosi kamara elnöke. Ő nyílt levelet intézett a belügyminiszterhez és az emberi erőforrások miniszteréhez, és követelte, hogy hatósági eszközökkel tiltsák be jó előre ezt a konferenciát, amit mi ide befogadtunk. Tehát anélkül, hogy még bármi elhangzott volna, az előadások címét megismerve, meg egyáltalán a konferencia témáját, erre vetemedett egy orvos. És ami még fájdalmasabb,
hogy ő egy ilyen sajnálkozó mondatot ejtett a levelébe, hogy sajnálkozik, hogy a jelenlegi törvények nem engedik meg, hogy mindenkit kollektíve megbüntessenek, aki kételkedni mer a koronavírus létében és veszélyességében, mert szerinte, ameddig csak egyenként lehet felelősségre vonni embereket, addig ez nincs jól, és meg kéne változtatni a törvénykezést, hogy kollektíven el lehessen ítélni mindenkit, vagy éppenséggel megfosztani állásától, lehetőségeitől. Szóval teljesen elvetemült, teljesen elrugaszkodott megnyilvánulás. Ilyet nem is hallottunk 1990 óta a mai napig. És érdekes módon egyik megszólított miniszter, sőt a miniszterelnök, és senki nem mondta azt, hogy hát no, azért... Elnök úr, jó dolog, hogy maga védi a magyar lakosságot az ilyen elhajlásoktól, de azért erre ne vetemedjen, hogy kollektív büntetések után sóvárogna. Nem történt meg. Na most ebben a hangulatban folytatódott a konferencia után is mindenféle jelzőt vigyeztettünk rá, míg nem utoljára hallom, hogy még az a Stoffán György is megszólalt, és kipellengérezett személyesen engem, aki már önöket is velem együtt hazaárulóknak nevezte, azért, mert aláírásokat gyűjtöttünk Trianon ellen. Most én azért elmondanám a magam konklúzióját. Az orvosok közül, a szervező orvosok közül időközben dr. Pócs Alfrédet említem, akit ugye két nappal korábban, augusztus 19-én a Világszövetség elnökségének tagjává választottak, tehát ő jelen pillanatban tisztségviselőnk is. Ő és dr. Tamasi József ketten még aznap egy nyilatkozatot közzétettek a honlapjukon, a konferencia honlapján, amelyet Kincsesné Szalka Mária ki is nyomtatott, és több példányban fénymásoltan önöknek szét is osztott. Én nem akarok abba belemenni, hogy erről véleményt mondjak, esetleg vitatkozzak vele. Vannak elemei, amelyeket én nyilván elfogadok, mert mégsem vagyok az orvosi kérdések szakembere, de vannak olyan dolgok, amiről más véleményem van. Például a maszkviselős kérdéskörében nekem más a véleményem, mint amit ott az orvosurak leírtak. De azért elmondanám azt, amit mégis lévén, hogy tudományos kutató voltam életemben, és ezt akár szakmámnak is tekinthetem, lévén, hogy egy módszertant az ember elsajátít ebbe a szakmába is. Elmondanám, hogy mi volt számomra ennek a konferenciának a legfigyelemfelkeltőbb, és szerintem mindenféleképpen odafigyelésre méltó közlése. A legjelentősebbnek azt tartom, amit egy németországi, vélhetően indiai származású, bőrszíne alapján ítélve, és fizionómiája alapján ítélve őt egy indiai embernek nézem, egyetemi tanár német nyelvű előadásában tartott, aki arról értekezett, hogy milyen kutatásokat végeztek a koronavírus elleni védőoltás kidolgozása keretében, és arra a meglepő következtetésre jutottak, hogy anélkül, hogy bármiféle védőoltást adtak volna be embereknél, emberek sokaságánál megfigyelhető volt egy a szervezetük által kiváltott ellenreakció, amelyik akadályozta a vírus kiteljesedését és a szervezet megbetegedését. Azt is megfigyelték, hogy más embereknél, akik súlyosan megbetegedtek koronavírus fertőzésbe, semmiféle ellenállást a szervezetük nem fejtett ki. Zárójelben mondom, hogy itt Magyarországon is volt egy nagyon fontos hír, hogy a magyar úszóválogatott, nem tudom hány, az olimpiai úszóválogatottuk, nem tudom hány tagja, mintha 9-ről lett volna szó, ugyancsak koronavírus pozitív lett, és hát miután elmúlt a betegségük,
vért vettek tőlünk, mondván, hogy az egyik gyógymód, hogy ilyen fertőzésen átesett emberek, akiknek a szervezetében már ellenanyagok termelődtek, hogy az ő vérükből ezeket az ellentesteket kivonva és azt betegeknek beoltva kezeljék. Meglepetéssel állapították meg, hogy egyetlen ilyen válogatott úszónak a szervezete sem termelt semmiféle ellenanyagot. Tehát vagy nem is voltak megfertőzve, és hamis volt a teszt, vagy pedig érdekes módon az ő szervezetük másként reagált, mint amire számítottak. Na most a Bagdi professzornak a közlése abban nyeri el a végső üzenetét, hogy van az emberek, hát az általuk vizsgált emberek, és ezek németországi emberek, 85%-ának körülbelül a vérében egy olyan elem, T-limfocitának mondják, amelyik képes önmagától egy ilyen ellenreakciót a koronavírussal szemben beindítani. Tehát ezek az emberek, az ottani emberiség mintegy 85%-a eleve védett a koronavírus ellen. Most hát azóta érdemben ezt nem cáfolta senki, de olvastam már olyan névtelenül, nevüket nem vállaló, viszont magas orvosprofesszori körökben körözött elemzést, amelyik ezt lesajnálja és elintézi egy bal kézzel, hogy ez nem tudjuk honnan veszi ezt az adatot, nem egyezik más közlésekkel, tehát ezt a professzornak, Bagdi professzornak ezt a közlését alaptalan, megalapozatlannak tekintjük. Én továbbra is várnám a magyar szakma, orvos szakma, és különösképpen a hivatali, tiszti orvosi szakmát űzők, a tiszti főorvos, az orvosi kamara, az egészségügyi miniszter, ha volna, és a többi, az országos legfontosabb oktató intézmények, orvos egyetemek vezetőinek a megszólalását a Bagdi professzor úr közlése kapcsán. Mert egyáltalán nem mindegy, hogy az élő emberek 85%-ának van-e természetes védettsége a koronavírus ellen, vagy sincs. A másik a koronavírus tesztelésre vonatkozó közlésekről szólt. Ugye tudjuk, hogy egy amerikai professzor, aki egy polimér reakciókat követő, kimutató módszert dolgozott ki, ő 1993-ban Nobel-díjat kapott ezért a módszerért, amelyikkel bizonyos DNS szekvenciák jelenlétét ki tudja mutatni. De úgy ő már életében többször is figyelmeztetett, akkor is, amikor kitüntették, de azt megelőzően is, hogy az általa kidolgozott módszer nem alkalmas tömeges járvány megállapításra. Csak igen precíz, laboratóriumi körülmények között elvégzett egyedi mérésekben és megismételt mérésekkel lehetett használni. Valami olyasmi is elhangzott, hogyha egy és úgy, tehát ahhoz, hogy megállapítsák, hogy abban a mintában van-e koronavírus fertőzés vagy sem, ezzel a módszerrel, ahhoz többször fel kell melegíteni a mintát. Na most, hogyha 30-szor melegítik fel ezt a mintát, akkor még negatív, de ha ugyanazt a mintát 40-szer, 50-szer melegítik fel, akkor ugyanaz a minta pozitív eredményt hoz ki. Tehát itt kihangsúlyozta az előadó a jelenleg használt PCR-nek nevezett koronavírus teszt nagyfokú bizonytalanságát, amire ugyancsak várnám én a hivatalos választ, hogy mekkora a tessék kötelezni a tesztgyártóit, hogy nevezzék meg, hogy milyen százalékkal, pontossággal működik ez a teszt, és hogy ki garantálja, hogy ez valóban így van. Ez a második dolog, ami nagyon felkeltette a figyelmemet, és azt hiszem, hogy az egész koronavírus kérdéskörből kivonhatatlan. Tehát, hogyha semmi mást, csak ezt a két kérdést és ezt a két eredményt megismerhettük ebből a konferenciából, akkor sem volt hiába való ez, ami itt történt. Akkor is érdemes volt megtartanunk,
hogy ezen elgondolkodhassunk. A másik kérdéskör, amire kitérnék, ez a hétvégén zajlottak Szigetváron a Zrínyi emléknapok. Minket is meghívtak oda, több világszövetségi, elnökségi tag ott volt. Részt vettünk Juhos Gábornak, a Trianon maratonnak a futója köszöntésében. Ez egy kései köszöntése volt, amit szigetvári tagtársunk és világszövetségi küldöttünk, Szomor Ferenc szervezett az ő tiszteletére, és ezt a Zrínyi napokra időzítette, amikor amúgy is a városban nagy a mozgás, és igen, fontos emberek fordulnak ott meg. Na most nyilván, hogy mi nekünk is bemutatták a város nevezetességeit, és megkerülhetetlenül ott volt az a város határában levő emlékpark, amelyiknek a létrejötte ellen a ma sokszor emlegetett Kéri Edit néni ugyancsak emlékezetes harcot vívott a 90-es években, kb. 94-ben, amikor kitalálták, hogy ott már pedig Szulejmánnak, aki akkor a támadó, ostromló török sereget szultánként vezette, és akit az oszmán történelem legnagyobb szultánjának tartanak, és aki ott vesztette életét, hogy neki emlékszobrot állítsanak. És hát ez ellen Kéri Edit néni nagy tüntetést szervezett, végig dobolta a várost, fellármázta az egész várost, tiltakozott, hogy lehet a mi gyilkosaink, a minket ostromlókat, a mi földünkön szoborral és emlékhelyjel kitüntetni. Hát ennek annyi eredménye lett, hogy úgy döntöttek, hogy akkor nem csak Szulejmánnak lesz ott egy szobra, hanem na akkor legyen Zrínyi Miklósnak is ott szobra. Elvégre ő volt a szigeti vár védője. Készítettek is Zrínyinek egy ilyen domborműszerű a Szulejmán szobra, egy dombormű, ami egy nagy kőépítményt díszít, nagy méretű, 8,5 méter magas, 1 méter széles körülbelül, és melléje egy hasonló kőépítményre oda gyártották a Zrínyi alakját is. Igen, de a Zrínyijét bádokból, úgyhogy ha megkopogtattad az övé üresen kongot, míg a Szulejmáné az öntött részből volt. Hát ez elég visszás volt. Volt is, aki ezt szóvá tette, Szomor Ferenc szóvá tette. Hát a magyar állam nem tudott a dolgokon változtatni, de hát miután azért ott egy ilyen népi ellenállás kialakult, a törökök kiöntötték Zrínyit is részből, úgyhogy most már Zrínyi arcmása nem kong, mint papon, de mintha papon dekliből volna, mert a magyarság körülbelül ennyire méltatta őt. Hát most a törökök akkor kijöntötték Zrínyit is, és kettőnek egyforma mértékű arcmása köszön ránk azon a terület, ami tulajdonképpen egy hatalmas sír. Ugye Szigetváron sok bosnyák él, mert oda bosnyákokat telepítettek, és a bosnyákok kaszálták ezt a területet, nem ásták fel és nem szántották fel, mert tudták, hogy 20 000 ember sírja van ott. Na most képzeljék el, hogy végül is most már megvan a Zrínyi szobor is, akkor elkeresztelik ezt az emlékhelyet. És minek nevezik? A török-magyar barátság emlékparkja. Hát kérem szépen, ennyi jó érzés nincs a magyar emberben, a város is, az országos hatalmaság. Hát legyen emlékpark, legyen sírem, vagy akárminek, de nem a barátság. Hát a török-magyar barátság nem ebből fakad, hogy Szigetvárnál minket lerohantak és kardélre hánytak az utolsó emberünket. És ez így virít, így van rajta a térképeken, minden török-magyar barátság papja. Hát innen is felhívással fordulok Szigetvár önkormányzatához, Baranya megye előjárhoz, országos, mert ez közben országos létesítmény, hiszen a magyar diplomácia is részt vett benne. Most akkor van még egy apró észrevételem,
Ott látok három árbócot, arra három nemzeti lobogó fel van húzva. A török, a magyar és a horvát. Hát kérem szépen, az rendben van, hogy Zrínyi Miklós horvát nemzetiségű volt. De hogyha most itt egy török-magyar megbékélés, nevezzem megbékélésnek, vagy akárminek a államközi és nemzetek közötti intézménye jön létre, akkor mégsem kéne ugyanolyan rangban, ugyanolyan méretben és ugyanolyan piedesztálra emelni Zrínyi Miklós horvát voltát, mint amilyenre magyar voltát helyezzük. Mert ő mégiscsak a magyar királynak a megbízásából magyar várkapitányként magyar területet védett ott, még ha horvát nemzetiségű is volt. Tehát nem arra hívok, hogy tagadjuk horvát származását, horvát voltát, és hogy ne legyen ott a horvát nemzeti lobogó is, akárhogy. De nem ugyanolyan léptékkel és ugyanolyan mértékkel, mint a magyar. Erre sincs a magyarságnak érzéke. És hogy mennyire nincs, azt elmondom most, hogy a Várbeli Múzeumba bemegyünk, ott van egy elég szépen elrendezett kiállítás, több szép nagy tablóval, amelyik mind három nyelvűek, magyar, angol és török nyelvűek a kiállított, tehát legalább 20-30 nagy panó van, amelyik elmagyarázza a történéseket, meg a kiállított eszközöket is. És mindegyiknek a tetején középen egy horvát felirat. Legelőször horvátul hirdeti minden emléktábla. És kérdezem a múzeum szervezőktől, hogy ez egy horvátországi kiállítás, a horvátok hozták, vagy miért írja horvátul fenn mindegyiknek? Hát nem, azt mondja, hogy ez eredetileg ugye magyar pályázati pénzből készült, és csak magyarul, angolul és törökül készült, de aztán jött egy olyan igény, hogy ez Zrínyi horvát volt, hát horvátul is fel kellett írni, hát nem volt máshova hely, a tetejére írtuk ki mindegyiknek. Mindegyik panó le van ragasztva, legfelül a horvát szöveg. Hát valóban az embernek az a benyomása támad, hogy ez a nép így, legalábbis mindazok, akik ezt így összehozták, és akik ezt tűrik, hogy teljesen elvesztették a tájékozódó képességüket, a magyar értékítéletüket és a józan belátásukat. És ezt szeretettel mondom a horvátok irányába, mert én tényleg nagy tisztelője vagyok a horvát nemzetnek, és úgy is tudom csak elképzelni a magyar jövendőt, hogyha a horvátokkal sikerülne, nem csak velük, de ezt ugye ma már világszövetségi hivatalos álláspont is, hogy Trianon meghaladását a Szent Korona országának Európa keresztény államaiban való meghonosításával képzeljük el. Na de hát azért ennyire nem lehetünk önbecsülés nélküliek, majd, hogy nem erre visszhangzik Petőfi sorsa is. Tehát attól, hogy minden magyar nem lázadozik az ellen, a méltatlanság ellen, amivel a magyar állam Petőfi Sándor sorsát kezeli, ugyanide illeszkedik ez az igénytelenség is, hogy a magyarság vesztőhelyét török-magyar barátságparkjának nevezzük, hogy a horvát állami lobogót a magyar állami lobogóval egy szintre emeljük annak kapcsán, hogy Zrínyi Miklós horvátnak született, és hogy a Szigetvári Vár Múzeumban minden magyar plakát a horvát szöveggel kezdődik, hiszen igénytelenségünkben meg se fordult más megoldás az agyukban, mint hogy ott felül, ott volt hely, azt oda rakjuk. Tehát ezt is el kellett mondanom, kedves testvéreim, hogy innen üzenhessünk. Egyetértenek ezzel az én javaslatommal, hogy felhívással forduljunk Szigetvár önkormányzatához? Köszönöm szépen, mert lehet, hogy csak én vélem így, és az mégse volna akkor elegendő ahhoz, hogy levelemet megírjam. És akkor utoljára szólok az aláírásgyűjtésről. Abból kiindulva, hogy a koronavírus világzárvány derékba törte tavaszi hadjáratunkat, éppen akkor, amikor már teljes sebességre váltottunk volna, amikor már naponta 300-nál is több aláírás gyűlt össze, akkor
Ennek okán és látván, hogy még az Európai Unió is a maga aláírásgyűjtéseit meghosszabbította 6 hónappal, jól lehet ott elektronikusan, interneten is lehet aláírni, sokkal könnyebben, sokkal kevesebb adatokkal, mint amit mi végzünk, sokkal kevesebb adattal, mint amit mi végzünk. Ezért úgy gondolta a Világszövetség küldöttgyűlése augusztus 19-én, hogy mi is meg kell hosszabbítsuk az eredetileg ez év december 31-éig tervezett aláírásgyűjtésünket, meg kell hosszabbítanunk egy évvel. És így végül a vita eredményeként december 5-ét, a népszavazás évfordulóját, illetve a Magyarok Világszövetségének napját tűztük ki határnapként, és arra kérem önöket, akik eddig is gyűjtőink voltak, és a tagjainkat is innen, hogy készülődjünk, és akkor 2020. október 15-én mához egy hónapra lendüljünk újult erővel bele, mert előttünk van egy év, és ennyi tapasztalattal a birtokunkban tényleg akár egy év alatt is 500 000 aláírást össze kell tudnunk szedni, még ha nulláról indulnánk is. De nem indulunk nulláról, és jó volna, hogyha valóban jövőben összeszednénk ezt az 500 000 aláírást, és ezzel közel, érezhető közelébe kerülnénk a kitűzött 1 milliós célnak. Erre hívom önöket, kérem a segítségüket, meg kell emberelnünk magunkat, fel kell ismernünk ezt az újabb lehetőséget, kötelességünknek kell tekintenünk. Láttuk, hogy a magyar állam mire viszi Trianon ügyében, láttuk, hogyan viszonyult az eddigi aláírásgyűjtéseinkhez. Ettől mi még nem adhatjuk fel, és nem mondhatunk le a jóvátételről, hiszen arra szegődtünk, hogy vesszen Trianon. Köszönöm szépen a figyelmet! Trianont meg kell szüntetni. Trianon nem csak a magyarság életének a kulcsa, Trianon az emberiség létének a kulcsa.